A nevem Bond, James Bond. A már ikonikussá vált mondat is elhangzott azon a könnyed nyáresti előadáson, ahol Kautsky Armand és Vásári Mónika színművészek énekeltek és verseltek. A zenés nyári esték augusztus 3-ai állomásán a két művész teltház előtt kávéházi hangulatot varázsolt a Művelődési Ház színház termébe. A műsorba Ady Endre, Reményik Sándor, Vörös Sándor, Vas Albert, Romhányi József költeményei mellé olyan népszerű dallamokat is válogattak a színészek, mint a Macskák című musical ismert dalai, vagy a legnépszerűbb operett slágerek. Olyan válogatást hoztunk, ami egy könnyed, kellemes szórakozást ígér a kedves közönségnek, akik megtisztelnek minket. Én azért mindig gondoskodom arról, hogy néhány verset azért becsempészek, hogy ne csak a szórakoztatás, ne csak a melódiák legyenek túlsúlyban, hanem azért legyen egy kis gondolat, legyen egy kis költészet benne, de ezt általában szereti szokták. Az vagy nekem, mint testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök lázban ég, mint a fösvény, kit pénzek gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél az idő ellop, eltemet, csak az enyém légy. Néha azt szeretném, majd hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más, nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom. Eredetileg Hüvös Völgyi Ildikóval jöttem volna, csak ő nem ért rá, a mi műsorunkat hoztuk volna, és attól különleges, hogy Vásári Mónika ugrott be Ildikó helyett, úgyhogy vele ritkábban lépek fel, úgyhogy ez mindig egy különös izgalom, hogy egy másik személyiség, egy másik hang, egy másik hölgy áll mellettem. Ez nagyon izgalmas lesz, legalábbis nekem nagyon. Elég sokszor játszottuk Ildikóval is ezt a műsort, egyébként Vásári Mónival is többször léptem már fel, úgyhogy azért soha nincs két egyforma műsor, egy kicsit mindig próbálunk alkalmazkodni a napszakhoz, akár egy ünnephez, akár az, hogy milyen évszak van, hiszen más egy költészetnapi műsor, mint más egy ilyen könnyű nyáresti, augusztus elejé csodálatos nyári program, úgyhogy most inkább a slágerek, a könnyebb műfaj fog dominálni. A közönség nagyon sok mindent tud alakítani. Nekem nagyon fontos, hogy reagálnak egyik vagy másik dalra, akkor esetleg az egyik a következőt kihagyom, ami nem volt annyira sikeres, vagy nem annyira szerette a közönség, úgyhogy ez egy nagy közös játék a közönséggel. A pódium műfaj, az legyen vers, vagy akár ének, de ez rendkívül közönségcentrikus dolog, tehát itt nem tudok becsukott szemmel verset mondani, hanem nagyon erős a kontaktus a közönséggel. Vannak olyan dalok, ahol például szeretek lemenni a nézők közé, bevonni egy kicsit őket, hiszen ezek olyan dalok, amiket ismernek. Ha kicsit énekelnek velem, az meg pláne nagyon jó. Én nem szeretem provokálni a közönséget, nem szeretem fölállítani, megtáncoltatni. Az nem az én műfajom, de hogyha énekelnek velem, hát az nagyon nagy öröm. Ha az ember színművész, már pedig én annak gondolom magam, 30 éve vagyok a pályán, minden válfaját nagyon szeretem, akár ha pódiumon lépek föl, mint például itt este, vagy egy színdarab keretén belül, vagy akár egy szinkron stúdióban vagyok, vagy egy televízió kamera előtt. Mindegyiket nagyon szeretem. Hát a színház az mindenképpen az elsődleges, az a legfőbb tevékenysége az embernek, a legnagyobb, legösszetettebb és a legnagyobb örömet okozza. Szeretni bolondulásig, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Tudom, ha egyszer átölem, utána úgy sem engedem. Magasba repülni volna jó valakivel. Szeretni bolondulásig, elolvadásig, elég, ha csókol márciustól februárig. Fantáziám kalandozó, te vagy talán a nekem való. Valakit bolondulásig szeretni volna jó. Megint egy új kis dal a szerelemről. Megint egy új kis dal,
megint erőt. Ez a kis tolvaj dallam ide lopózik halkan, s elcseni még csepp maradék nyugalmam. Szeretni bolondulásig, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgysem engedel. Magasba repülni volna jó valakivel. Szeretni bolondulásig, elolvadásig, elég, ha csókol márciustól februárig. Fantáziám kalandozó, te vagy talán a nekem való. Valakit bolondulásig szeretni volna jó. Vásári Mónika a Budapesti Operett Színháznak a
hát azt kell mondjam, oszlopos tagja. Körülbelül egy időben végeztünk a Színművészeti Főiskolán, és azóta töretlen ívű az ő pályája, nagyszerű hangja van, nagyon jól táncol, szubretként játszik a színházban, de egyébként műzikelekben is, de hát bejárta a világot különböző előadásokkal. Épp idefele a kocsiban erről mesélt, hogy hány országban játszott, és fog mostanában is. Sok dal között az est címadó slágere, az Orchideák is felcsendült. A zenés nyári esték augusztus 10-én a Nimród Kürt együttes a Baroktól a filmzenéig című előadásával folytatódik.